A Szörényi bánságban, ahol az Erdélyt, az Alföldet és az Aldunát összekötő utak találkoznak, ott találjuk Karánsebest. A temesparti várost már a középkorban kiváltságokkal ruházták föl. Fénykorát az erdélyi fejedelemség idején élte. A 14. században a Szörényi püspökség központja volt, és ferencesek is működtek itt. Később az újjászervezett Szörény vármegye székhelye lett. A város felett emelkedő Szárkőhegység a síelők és a természetjárók paradicsoma. A hegységben eredő egyik forrás Bemapóról kapta a nevét, aki a legenda szerint a szabadságharc után erre hagyta el Magyarországot. Pár hónappal előtte, miután 1849. áprilisában Bem erdélyi serege Soraiban Petőfivel az erdélyi vaskapun a bánságba lépve megfutamította a túlerőben lévő ellenséget, Karánsebes lakói fehér zászlóval várták őket. Petőfire mély benyomást tett a székely virtus, amelyről így írt: csak annak lehet fogalma a székely vitézségről, aki maga látja. Ezek valóban csoda gyermekek, mert nagy részük jóformán gyermek még. Nyugodt bátorsággal, mondhatni kimért lépésekkel haladnak a csatában előre folyvást, biztosan, mint a réten a kaszások, s még énekelnek, mikor már ropognak fegyvereik. Az ellenségnek nem maradt más, mint futni vagy meghalni. A szörényi élmények természetesen versért is kiáltottak, amit Petőfi Karánsebesen vetett papírra. Nem mondom én, előre székelyek. Előre mentek úgy is, hős fiúk. Ottan kíván harcolni mindegyik, hol a csata legrémesebben zúg. Csak nem fajult el még a székely vér. Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér. Úgy mennek a halál elébe ők, amint más ember menyegzőre mén. Virágokat tűznek kalapjaik mellé, s dalolnak a harc mezején. Csak nem fajult el még a székely vér. Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér. Ki merne nékik ellenállani? Így bátorságot szívében kihord. Mennek, röpülnek, mint a szél, s űzik az ellenséget, mint a szél a port. Csak nem fajult el még a székely vér. Minden kis cseppje drága gyöngyöt ér.